Jó estét kívánok! Önök az M-Plain Televízió híradóját látják. Nézzük főbb híreinket röviden. Értéktár. Hamarosan elkezdődik Tokajhegyalja értékeinek lajstromba vétele. A cél a hatékony örökségvédelem. 70 millió forint uniós pénzből megújulnak az udvarok, új eszközöket vásárolnak és tovább képzik a szakembereket a sátoraljaújhelyi óvodákban. Gyorsabb ugyan nem, de megbízhatóbb lesz a vasúti közlekedés a vágáncserével a Sátoraljaújhely-Mezőzombor közötti szakaszon. Tájegységi értéktár létrehozásáról döntöttek a tokajhegyaljai polgármesterek. A lajstromban a bor, a műemlékek mellett szerepelhetnek a táncoktól, a könyveken, tanulmányokon át, a filmekig mindenféle kulturális és szellemi örökségek, természeti értékek, de olyan épített emlékek is, mint például a települések alatt húzódó, gyakran elfeledett pincék. Az értéktár megalkotása szoros együttműködést igényel a településektől. A Sátoraljaújhelyen megrendezett tanácskozáson elhangzott, lehet, hogy most indul igazán az a munka, amit már 10 éve, vagyis a világörökséggé nyilvánítás másnapján el kellett volna kezdeni. A jó borok mellett Tokajhegyalja olyan értékekben bővelkedik, amelyek sehol máshol a világon nem lelhetőek fel. A műemlékek, műtárgyak, történelmi gyűjtemények mellett a szellemi alkotások, és nem utolsó sorban a föld alatt húzódó, összességében még soha fel nem mért, több ezer kilométer hosszú pincék egy olyan egységet alkotnak, amelyek méltán lettek a világörökség részévé. Katalogizálva azonban még nincsenek, ezért védelmük sem biztosított teljes mértékben. A Tokajhegyaljai térségi értéktár létrehozása éppen ezt a célt szolgálná. Elkészítése azonban sokrétű feladat, amiből mindenkinek ki kell venni a részét. A Tokajhegyaljai világörökséghez tartozó települések, illetve a települések közigazgatási határai, hogyha összerakjuk, akkor kirakják ezt az egész területet. Magyarul, ha feltérképezi mindenki a saját értékeit, amelyet be kíván mutatni, amely még nincs nyilvántartva, nincs kataszterbe, tehát például nem műemlék, például nem egy mindenki által ismert épített örökség, de nekünk értéket jelentés, ez bemutatható a Magyarország más részén élőknek, vagy a külföldieknek, akkor ezt össze kell gyűjtenünk. Az úgynevezett Hungarikum törvény az értéktár létrehozásának igénye mellett iránymutatást is ad arra vonatkozóan, hogy miképpen kell elkészíteni a tájegységen. Valamennyi településen meg kell keresni azokat az embereket, akik a helytörténetet, a geológiai jelenségeket, a természeti értéket ismerik, és az ő számukra kell ezt a feladatot kiadni, ők nekik kell ezt összegyűjteni. Pasztornicki István sátoraljaújhelyi önkormányzati képviselő egyik helyi kezdeményezője volt az értéktár létrehozásának. A Hungarikum törvényt jó lehetőségnek tartja arra, hogy helyben is jobban megismerjük saját értékeinket. Ez egy olyan téma, ugye a nemzet, a haza, a szülőföldnek az ismeret, az értékeinek a védelme, bemutatása, megismerése, olyan téma, ami pártok fölötti, mit sem mutat, vagy ezt nagyon jól mutatja az, hogy a parlamentben mindössze 2 darab ellenszavazattal szinte egyhangulag fogadta el az összes párt ezt a törvényt. A megbeszélésen szóba került egy értéktár bizottság létrehozása is, amelynek feladata a Tokajhegyalján található értékek összegyűjtése, rendszerezése lenne. A bizottság most még nem alakult meg, de létrehoztak egy előkészítő munkacsoportot, amelyet Radványi György főépítész vezet majd. Fontosak ezek a leltárok, valójában azt a vagyont rögzítik, amiről a utókor később tudja, hogy mi minden állt akkoriban rendelkezésre, levezethetők belül a kor ismereteitől, szokásokig, bezárólag mindazok a dolgok, amelyekből számunkra az utókornak összeáll a kép. Az értéktárat demokratikus módon szeretnék létrehozni, vagyis bárki tehet javaslatot, mi kerüljön a jegyzékbe. Ezek alapján a szakemberek döntenek majd, hogy melyek azok az értékek, melyeket meg kell jeleníteni írott formában is. Csaknem 70 millió forint támogatást nyert a Sátoraljaújhelyi 7 színvirág óvoda a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán. Az összeget az intézmény az óvoda udvarok megújítására és az óvoda pedagógusok képzésére, valamint felszerelések vásárlására fordítja majd. A támogatásnak köszönhetően minden a 7 színvirághoz tartozó tagóvoda udvarát európai szintű játszótérré alakítják. Ilyen kis pavilonokba történnek majd a különböző tevékenységek.
Hamarosan ezek az Európai Uniós követelményeknek megfelelő játékok váltják fel az elavult játszótéri bútorokat a sátoraljaújhelyi óvodaudvarokon. Olyan babaházakat is felállítanak majd, amelyekben zenés, mesés, a virtuális tevékenységekhez kapcsolódó csoportos foglalkozásokat is tudnak majd tartani. De megújulnak a homokozók is, amelyek fölé árnyékolókat is szerelnek, de olyan rugós játékok is lesznek az intézmények udvarán, amelyek a gyerekek egyensúlyérzékét fejlesztik. A pályázati program segítségével továbbképzéseken is részt vehetnek majd az óvodapedagógusok. A Hétszínvirág óvoda országosan is egyedülálló újításba kezdett, az úgynevezett kora gyermekkori tehetséggondozásba, és a képzés egyik formája is ehhez kapcsolódik. Mi azt valljuk, hogy ezt egy nagyon széles alapokra kell helyezni, nem szegregált formában egy-egy gyermeket kiemelve, hanem minden 5-6 éves gyermeknek akarjuk ezt a lehetőséget megteremteni, és erre szeretnénk a műhelyvezetőket fölkészíteni, hogy pszichológusok és megfelelő képzői intézmények olyan jól a tehetségfejlesztés módszertanát, pszichológiai és elméleti alapjait megkapják. A projektek megvalósításához egy úgynevezett változásmenedzsmentet kell felállítani. Ebbe minél több fiatal kollégát szeretnének bevonni képzések segítségével. A Családbarát mozgalom már évekkel ezelőtt elindult Sátoraljaújhelyen. Először a bölcsödében, majd az óvodákban is. Olyan programokat rendeznek az intézményekben, hogy az óvónők és szülők közösen nevelhessék a gyerekeket az intézményi körülmények között. Ezt az óvoda eddig önerőből oldotta meg. A pályázatnak köszönhetően azonban most olyan közös programokat tudnak majd szervezni, hogy a gyerekek kudarc élmény nélkül jussanak el az iskolába. A szülő-óvónő kapcsolattartást erősíti a pályázat. Fontos a gyereknek, mert hogy kismértékű eszközfejlesztés is történik. És fontos az óvónőnek, mert hogy olyan képzéseket, továbbképzéseket tudnak finanszírozni ezáltal az elnyert pályázat által, amire amúgy az intézménynek a fenntartó kapcsán nem lenne plusz forrása. Az intézmények speciális óvodai programmal ellátott interaktív táblákat is vásárolnak majd. A tornaszobák is komfortosabbak lesznek, illetve ezekben rendeznék a különböző szülőcsoportos beszélgetéseket, és a gyerekekkel különböző fejlesztő foglalkozások valósulnának meg. A csaknem 70 millió forintos program január 1-én indul, és másfél éven keresztül tart majd. 30 év után felújítják a Sátoraljaújhely-Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszt. A Sátoraljaújhely és Bodrogkeresztúr közötti szakaszon kicserélik a vágányokat, ennek köszönhetően az eddigi erősen korlátozott sebesség helyett 80 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A munkálatok ideje alatt vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Szerencsig. A MÁV tájékoztatása szerint, ha az időjárás engedi, november 29-e után indulhat újra a vonatközlekedés ezen a pályaszakaszon. Ezt a különleges gépet használja a MÁV a vasúti sínek felújításához. Az önjáró szerkezet képes a vágánypár alatti kőágy stabilizálására. A Mezőzombor-Bodrogkeresztúr közötti pályaszakaszon most egyáltalán nincsenek sínek, munkagépekkel erősítik meg a vasúti töltést. A két állomás között teljesen átépítik a vasúti pályát. Ugyanekkor Bodrogkeresztúr és Sátoraljaújhely között is zajlik a munka, itt a vágánycserét, gépi vágányszabályozást és sínvégfelújítást végeznek. A Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti szakaszt 30 éve építették ki. Mára úgy elhasználódott a pálya, hogy a hagyományos karbantartási munkálatokkal már nem tudták volna biztonságossá tenni. Olyan állapotot szeretnénk visszahozni, mint 30 évvel ezelőtt, mert ugyanis rengeteg volt a lassú jel, az úgynevezett lassú jel, tehát sok helyen 20-40 km/h sebességkorlátozásokat kellett a pálya állapota miatt bevezetni. Visszaállítjuk a pályát 80 km/h sebességű közlekedésre. A MÁV saját beruházásból 957 millió forintot költ a vonal felújítására. A most átépített pálya a korábban jóváhagyott villamosítási terv alapján készül, így később alkalmas lesz a tervezett felsővezeték kiépítésére is. Addig pedig gyorsabban és a már megszokott kattogó hang nélkül mehetnek majd a szerelvények Sátoraljaújhely és Mezőzombor között.
A vonatok megengedett sebessége újra 80 km per óra lesz. A felújítást követően sem csökken majd a menetidő, de a MÁV tájékoztatása szerint megbízhatóbb lesz a vasúti közlekedés. Kevesebb késéssel, nagyobb biztonsággal közlekednek majd a vonatok. A munkák, ha az időjárás is engedi, november 29-én befejeződnek. Addig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Sárospataki képviselőtestület ülésére készültek szokásos értekezletükön az irodavezetők. A testületi ülés napirendi pontjait vitatták meg, például a költségvetési koncepciókat, tervezeteket, a városi tulajdonú cégek tevékenységét és az önkormányzati finanszírozású ellátások térítési díjait. A járások felállásával még mindig sok kérdés tisztázatlan, ezek is szóba kerültek. A sárospataki irodavezetők a testületi ülés előkészületei kapcsán tartottak megbeszélést. Értekezletükön azokat a kérdéseket vitatták meg, amelyekben majd a képviselőtestület döntéshozását tudják segíteni. A benyújtott napirendi pontok mellett mindig vannak olyan aktualitások is, amelyek szóba kerülnek az irodavezetők között. Ilyenek például az elbírálásra váró pályázatok, valamint a járási hivatalok és az újonnan felálló tankerületek is. Jelenleg a november 30-ai képviselőtestület ülésre készülünk. Ennek napirendjét tárgyaltuk át az irodavezetőkkel, ennek előkészítését, előterjesztéseit beszéltük meg. Szó volt továbbá egyéb aktuális kérdésekről. Megtárgyalták például Sárospatak város önkormányzatának 2013. évi költségvetés koncepcióját, az Empréni Vízmű Kft. 2012. évi tevékenységét és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló előterjesztést is. Emellett tájékoztatót hallgattak meg az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról, valamint a járási rendszer felállása okozta változásokkal kapcsolatban sem minden egyértelmű. Változás biztos, hogy várható, de mivel még minden kérdés nem tisztázott, erről a későbbiekben fogunk még tárgyalást folytatni és pontosítani ezeket a változásokat, és ennek megfelelően a polgármesteri hivatal és az önkormányzat SMS-ét módosítani. Az irodavezetőknek az önkormányzat átköltözése kapcsán is voltak kérdéseik Aros János polgármesterhez, aki egyelőre még nem tudott biztos választ adni. A családsegítő és pedagógiai szakszolgálat ketté válik, és utóbbi a tankerületekkel együtt valószínűleg marad a polgármesteri hivatal mellett, míg a tervek szerint a járáshivatala külön épületben lesz ezektől. A sárospataki hajléktalanok ellátása minden télen sok feladatot ad a családsegítő és pedagógiai szakszolgálatnak. Az előkészületekhez és a megoldások kereséséhez kötetlen kerekasztal beszélgetésre hívták meg az olyan intézmények, civil szervezetek, egyházak képviselőit, akik ebben a munkában minden télen részt szoktak vállalni. Kerekasztal megbeszélést hívott össze a Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat idén is, mint mindig a téli időszak kezdetén. A szakemberek kötetlen beszélgetés formájában próbálnak a hajléktalanok ellátásáról és támogatásáról döntést hozni az olyan intézmények, civil szervezetek, egyházak képviselőivel, akik segítséget tudnak nyújtani és kész szokták venni részüket a tennivalókból. Egy kicsi jövőképet próbáltunk tervezni, ami ebben a nagy bizonytalan időszakban kis biztonságot hozhatna számunkra. Az elmúlt évek eseményeit összegeztük, illetve felkészültünk a téli időszak ellátásaira, feladatokra. Megbeszéltük azokat, konkrétan azokat a feladatokat, amik várnak ránk, illetve amiben még előre lépést tudnánk teremteni. Sajnos városunknak évek óta problémája a hajléktalan ellátás, illetve a hajléktalan személyek ellátása. Ebben az esetben is valamiféle megoldásokat kerestünk. Ez részben sikerült is. Az élelmezést a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma segítségével sikerül idén megoldani. Az elhelyezés azonban még bizonytalan. Egyelőre nem találtak végleges megoldást a problémára. Segítséget remélnek a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársaitól, akik már eddig is szerepet vállaltak az ügyben. Egyelőre csak felvetődtek a megoldási lehetőségek. Arra jutottunk, hogy ugyanazt az ellátást biztosítjuk, mint eddig. Tehát mi a Máltai Szeretett Szolgálat teljáratot működtetünk. Egészségügyi ellátáshoz, szakellátáshoz juttatjuk az utcán talált hajléktalan személyeket, illetve most arról beszélgetünk, hogy külterületen, Páternhomokon biztosít az önkormányzat majd egy ingatlant, tehát közterületen talált hajléktalanokat,
azért, hogy ne töltsék az éjszakáikat közterületen, oda fogjuk szállítani, és valamilyen szinten felügyelni fogjuk az ott létüket. A külterületi szállás azonban nem ad lehetőséget pályázati támogatások elnyerésére. A pályázáshoz ugyanis a belvárosban tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető helyen kellene lennie az ingatlannak. Erre a problémára azonban még keresik a megoldást. Nyílt napon mutatkozik be minden éven a jövendőbeli gimnazisták és szüleik előtt a Sárospataki Árpád vezérgimnázium. Idén is sok hatodikos és nyolcadikos érkezett, akik kíváncsiak voltak az iskolára. A nyílt nap megszervezésével a gimnázium a döntés előtt állóknak szeretne segítséget nyújtani. Az érdeklődők tanárokkal, diákokkal beszélgethettek, órákra ülhettek be, bejárhatták az iskola épületét és megnézhették a kollégiumot is. Általános iskolások és szüleik látogattak el a Sárospataki Árpád vezérgimnáziumba, ahol minden éven nyílt napokat szerveznek a továbbtanulásra készülőknek. Ilyenkor jönnek olyanok, akik már tudják, hogy ezt az iskolát választják majd, csak jobban szét szeretnének nézni, de sokan vannak azok is, akik a nyílt nap tapasztalatai alapján döntenek. Amikor beléptem, éreztem, hogy nekem ez tetszik, és hogy én ide szeretnék járni. A tanárokról, diákokról mi a véleményed az iskoláról úgy összességében? Hát tanárok és diákok is kedvesek és szimpatikusak voltak nekem. A pozitív benyomásoknak köszönhetően az iskola sokakat meggyőz, hogy az AVG jó választás. Nem csak a majdani elsősöknek, hanem szüleiknek is lehetősége van az órákra beülni, a tanárokkal ismerkedni, a kollégiumot és az iskolát körbejárni. Nekem fontos, hogy ami a lányomnak jó, és amit ő szeretne választani, az 100%-osan támogatom. És mi a véleménye az iskoláról, hogy tetszik? Szép, meggyőzött. A diákok változó számban érkeznek ilyenkor. A kitöltött kérdőívek azt bizonyítják, hogy tavalyhoz képest nőtt a számuk. Ezen alapon az iskolások sorba rendezhették, hogy melyik képzések mennyire érdeklik őket. A nyílt napok céljait Tóth Tamás igazgató fogalmazta meg. Két fontos célja van, hogy megszervezzük. Az egyik az, hogy el tudjuk mondani a tovább tanulni szándékozó diákoknak és szüleiknek, hogy a következő tanévben milyen képzési típusokat, milyen képzési formákat kívánunk indítani. A másik fontos eleme pedig, hogy be tudjuk mutatni az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, hogy bepillanthassanak azokba az órákba, amelyek majd, ha esetleg felvételt nyernek nálunk a diákok, rájuk várnak a következő években. Jövő szeptemberben 4, 5 és 6 évfolyamos osztályok is indulnak majd az AVG-ben. Az egyes képzéseken kiemelten foglalkoznak majd idegen nyelvekkel, informatikával, jövőre pedig már a matematikával és a fizikával is. Ha pedig valaki időközben meggondolná magát, annak is van lehetősége az utolsó két évben emelt óraszámban választani két tárgyat, függetlenül attól, hogy melyik osztályba jár. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Értéktár. Hamarosan elkezdődik Tokajhegyalja értékeinek lajstromba vétele. A cél a hatékony örökségvédelem. 70 millió forint uniós pénzből megújulnak az udvarok, új eszközöket vásárolnak és tovább képzik a szakembereket a sátoraljaújhelyi óvodákban. Gyorsabb ugyan nem, de megbízhatóbb lesz a vasúti közlekedés a vágánycserével a sátoraljaújhelyi mezőzombor közötti szakaszon. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!